A civil szervezetek partnerei és szövetségesei a kormányzatnak, mondta dr. Deák Imre, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár Egerben. Pontosan ezért a kormány úgy döntött, hogy a tavainál nagyobb mértékben támogatja munkájukat. Minden megyében a helyben működő civil információs centrum kapja meg azt az összeget, melyet a környékbeli civil szervezetek segítésére fordít majd. A pályázatok megírásába való segítségnyújtás, ha valaki szeretne alapítani egy civil szervezetet, akkor ez egy jogi tanácsadás, egy szakmai tanácsadás a működéshez, de akár a programszervezéshez, könyvelési tanácsadás, elszámolások elkészítéséhez, tehát minden olyan feladatban segítenek, amire egy civil szervezetnek szüksége van a működése során. Heves megyében az EGRI Norma Alapítvány működik negyedik éve civil információs centrumként. Azóta segítik rendszeresen a helyben működő civil szervezetek munkáját. Prioritást élveznek a pályázatokkal kapcsolatos érdeklődések, bár most a civil törvény és a polgári törvény megváltozásával, megváltoztatásával és az ezeknek való jogi megfeleléssel a jogi tanácsadón kapott nagyon-nagyon nagy szerepet, ugyanis át kell írni az alapszabályokat, sok esetben módosításra szorulnak ezek a alapítókiratok, amik mondjuk a 80-as évek végén íródtak. A Nemzeti Együttműködési Alaphoz pályázhatnak egyébként a hazai civil szervezetek. A pályázható összeget megemelte a kormány a tavalyi 3,4 milliárd forintról 5,4 milliárdra.